Az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör az Itthon, Otthon című zenés-irodalmi összeállítást mutatta be a rendezvényen. A VMS Női Fórum a zentai szervezetének több mint 100 tagja van, akik igen sokrétű tevékenységet végeznek. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy például bármilyen ünnep közelettével a gyerekeknek különböző foglalkozásokat szervezzünk, vagy ruhagyűjtési akció keretében például a rászorulóknak segítsünk, és hogy egyébként is részt vegyünk aktívan a politikai életben. A Vajdasági Magyar Szövetség Női Fóruma 6 évvel ezelőtt 2009-ben alakult meg. Jelenleg több száz aktív tagja van Vajdaság szerte. A VMS Női Fóruma 6 évvel ezelőtt alakult, és nagy örömömre szolgál, hogy már eddig sikerült teljesíteni a céljainkat, és legalább a céljaink egy részét persze, és legalább részben hozzájárulni ahhoz a szemléletváltáshoz, mely szerint a nőknek nincs helyük a társadalomban, illetve a politikában. Az ünnepségen a Női Fórum tagjai mellett a Vajdasági Magyar Szövetség több magas rangú tisztségviselője is megjelent. Pászor István, a párt elnöke a nők társadalmi szerepvállalásának fontosságára, valamint a Női Fórum felépítésének jellegére hívta fel a figyelmet. A Női Fórum az nem egy központi szervezet, hanem az egy pici kis sejtekből, tagszervezetekből összeálló fórum. És a sejtek a fontosak, a helyi szervezetek a fontosak, mert azok, amelyek a napi életben a különböző aktivitásokat bonyolítják, a gyűjtéseket, a gondoskodást, a művelődési események szervezését, a kisközösségek mozgatását. A rendezvényen jelen voltak a Romániai Magyar Demokrata Szövetség nőszervezetének képviselői is, akik rendkívül fontosnak tartják a kapcsolattartást és a közös érdekképviseletet. Örömmel látom azt, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségben a nőknek jó helyük van. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség számára nagyon fontos a kárpát-medencei nőszervezetekkel való kapcsolattartás, hiszen egymás tevékenységéből tudunk igazán épülni, és egymástól tudunk olyan erőt meríteni, ami több hitet ad abban, amit minden nap véghez viszünk közösségeink körében. A Vajdasági Magyar Szövetség illetékesei a közeljövőben a meglévő női fórum és az ifjúsági fórum mellett szeretnék létrehozni a nyugdíjasok fórumát is, mivel a nyugdíjasok közösségileg igen elkötelezettek, és ezért a párt illetékesei fontosnak tartják, hogy a jövőben együtt érvényesítsék a közösen megfogalmazott célkitűzéseket. Ilyen kiemelkedő példa.